Következő előadónk pedig Baranyi József biomatematikus, 1990 óta dolgozik az Egyesült Királyságban, a Computational Microbiology kutatócsoport vezetője a Norwich Bioscience Institute-hoz tartozó élelmiszerkutató intézetben és a London Imperial College vendégprofesszora. Mikrobák környezethez való alkalmazkodásának, dinamikus és stressz környezetben való túlélésének és növekedésének matematikai modellezésével foglalkozik, mint egy 100 kutatási anyag szerzője vagy társszerzője, több mint 3000 hivatkozással. A róla elnevezett Baranyi modell a baktériumok növekedéséről a prediktív mikrobiológia egyik leggyakrabban idézett modellje. Hálózatok, baktériumok, stressz. Fogadjatok sok szeretettel a színpadon Baranyi Józsefet. Jó estét, illetve szervusztok, azt mondták, hogy szabad tegeződni, úgyhogy különösen Angliában elvesztették. Talán nem is emlékeznek már rá, de a you, az angol you, az eredetileg magázás volt, úgyhogy most akkor tegeződjünk. Szövevényes életünk két szüleje borzasztó büszke voltam erre az alliterációra, de más József Attila utalás is lesz majd a kis előadásban. Egyből kezdeném egy kicsit hálózatokkal. Hálózatok mindenütt, körülöttünk, ismerősök, legalacsonyabb szinten. Ezek például éppen egy DNS-t akar ábrázolni. A DNS-ekben lévő gének, ők is hálózatban vannak kapcsolva. Egy gén termel egy proteint, a protein egy másik gént leállít, és így tovább. Egy magasabb szinten a sejtek ugyancsak a kis organelláknak a hálózata, azoknak valamilyen kapcsolata van, ugyanúgy egy ember, sőt egy társadalom is hálózatokból áll. Amit alul láttok, az azt akarja mutatni, hogy rengeteg esetben ezek a különféle dimenzióbeli hálózatok ugyanolyan struktúráknak tesznek eleget. Ezeknek a tudományával foglalkozott Barabás Albert László, aki rám is nagy hatásra volt, és igazából ő vitt be, az ő hatása volt az, hogy én is elkezdtem hálózatokkal egy kicsit foglalkozni, mert soha nem lettem igazából hálózatkutató, de ez a két, illetve egy könyv, amelyiknek a magyar fordítását is látjátok, ez a könyv, ez nagyon nagy hatással volt sok hozzám hasonló biológiával, társadalomtudománnyal foglalkozó fizikus-matematikusra. Egy tipikus hálózat a Facebook. Biztos vagyok benne, hogyha most megkérdezem, ki van a Facebookon, akkor 99%-os arány lenne. De egy érdekes kérdés lehet az, hogy amikor 2008-ban én szerveztem a Norwichban a hálózattudományi konferenciát, akkor társadalomtudományban egyből a úgynevezett six degree of separation jött föl, mint alapfogalom, ami azt jelenti, egyébként már Karinti megírta, hogy erre van lehetőség, ha én ismerek valakit, aki ismer valakit, aki mégis és itt ismer egyre több embert, akkor hány lépés kell ahhoz, hogy bárhol a világon valakit megismerjünk, és ebben nyilván a nagy szó, mit jelent az, hogy ismer? Ismeri, akkor az volt még a definíció, hogy keresztnevén szólítod. Ma már a Facebookon, bár keresztnevén szólítjuk, lehet, hogy soha nem találkoztunk vele. A six degree of separation, ami az eredeti definícióból hat volt, ugye, hogy hat lépésbe bárhol eljuthatok a világon bárkihez, a Facebook, illetve egyáltalán az e-mailek lehetősége miatt összeszűkült vagy tágult? Mit gondoltok? Szűkült. Mit satszoltok? 4, 5, 6, 7? Egy Nature cikk szerint 4,8. 2 millió e-mailt vizsgáltak, hogy körülbelül hogyan vannak ezek a kapcsolatok. De valóban csökken, mert a kapcsolat definíciójától függ ez az átmérő, átmérőnek hívjuk ezt hálózattudományban. Egy nagyon érdekes dolog viszont van a hálózatoknál, hogy képesek szinkront, meglepő mintázatot felmutatni, ezt angol szakszóval emerging patternnek mondják. Ez például egy halakon rajzanak a vízben, és érdekes módon ennek is az egyik legnagyobb kutatója ennek a szinkronnak magyar, Vicsek Tamás itt az ELTE-n, akinek legújabb cikke a madarak rajzásáról igen nagy port vert föl. Na most én szeretnék megmutatni egy egyszerű szinkront, ami hát egyszerűen a vastaps. A vastaps
érdekes módon magyar-osztrák, illetve hát osztrák-magyar monarchia beli találmány. Eredetileg, amit mi vastapsnak hívunk, eredetileg a vastaps az volt, amikor még a tűzrendészeti intézkedések miatt volt egy fémfüggöny is, ami legördült. Ez volt a harmadik keresztés, és az egy kis ajtó volt, és ha azon is kitapsolták, akkor ez volt a vastaps. Ez utána az osztrák-magyar monarchiában átment olyanra, hogy ha ütemesen szinkronba tapsoltak, ezt hívták vastapsnak. Na most ez nagyon egyszerű itt Magyarországon, mert én ezt már gyakoroltam egy másik néhány ilyen konferencián, és másik országokban nem volt olyan egyértelmű, mi is a vastaps, úgyhogy én át is ugrom ezt a részt. Viszont szeretnék valamit mondani a szinkronos tapsról. Foci meccs van. Mindenki tudja, hogy néha elkezdik, hogy Ria Hungária, ugye? Most a következőt fogjuk csinálni. Kettő tipikus vastapsra alkalmas ritmust fogunk nem gyakorolni, mert biztos, hogy emlékeztek rá egyből. Tehát az egyik az a Ria Hungária, nem kell még, csak meg... Ez világos. Titi, tá, titi. Oké? Ez lesz. Mindenki gondolkozzon rajta, hogy na ez az egyik, amit vagy szeret, vagy nem. Legyen egy másik, ez pedig legyen a Rákóczi indulónak az eleje. Világos ez is. Tehát egyik, másik, mindenki gondolkozik, most válasszon véletlenszerűen valamelyiket. Jó? Jó? Egy hálózatban vagyunk, a hálózat kapcsolatrendszere geometriai, egyszerűen közel kell lenni egymáshoz, hogy a hálózatban egymás mellett legyünk, és egyből rámegyünk arra, és földobom ezt a kis valamit, mindenkinek tetszeni fog, és drukkol nekem, és az általa kiválasztott, vagy Ria Hungária, vagy a pappa, ugye, a Rákóczi indulóból. Ezt választotta, és most elkezdjük a tapsot, és majd amikor leintem, akkor abba hagyjuk. Igen? Most! Oké, tehát ez... Tudtam, hogy Magyarországon ez nagyon egyszerű lesz. Annyira egyértelműen a Ria Hungária jött ki pillanatok alatt, hogy na most hogy történt ez? A hálózatoknak van egy nagyon jellegzetes tulajdonsága, hogy ha egy domináns kis réteg kialakul, ezt úgy hívják, hogy ez az emerging cluster, ez a valamilyen mag kialakul, akkor az hihetetlenül gyorsan el tud terjedni a természetes hálózatokon. Gondoljátok, hogy ez mindig így van. Nézzünk egy másik nagyon egyszerű példát, és ez pedig a következő lesz. Ez egy Depeche Mode koncertről. Tehát most megállítom egy percre. Mi lesz itt? Az lesz, hogy a Depeche Mode koncerten integetnek, csápolnak mindegy, de egyik jobbra-balra, másik balra-jobbra, ugye? Na hát ez aztán tényleg véletlen lesz, hogy most valaki jobbra-balra vagy balra-jobbra fogja kezdeni. Próbáljuk meg ugyanezt. Az előbb is kettő választásunk volt, jobbra az egyik dallam, a másik dallam, és most megpróbáljuk azt, hogy én is szeretnék látni minél előbb egy egységesen vagy jobbra vagy balra kezdődő, de úgy, hogy mint az ágak a szélben, úgy szeretném látni, és nem pedig így. Oké? Na, próbáljuk meg. Igen? Nem. Ez még nem ágak a szélben, így akarom látni. Nem így. Nem jó. Mi történt? Az előbb olyan egyszerű pillanatok alatt megvolt a vastaps egy adott ritmus. A másik ebben az alkalomban viszont nem. Na most hálózattudományi magyarázatok vannak, hogy ez miért van. Egy magyarázatot én is tudok, egy söré megmondom utána. Úgyhogy most nem is megyek bele a magyarázatba. Egy kicsit matematikai jellegű a magyarázat, viszont a lényeg az, hogy amit találtunk most, az egy úgynevezett bistabilitás. Bistabilitás az, hogy nem szinkronban van az egész hálózat,
hanem van kétféle állapot. Azért egy közös nevező van a ritmus, az karmester, a karmester az maga a ritmus, de van, aki így csinálja, van, aki úgy csinálja. És ez a vistabilitás tartós maradt. Hiába vártam, nem tudtunk átmenni a következő szintre. És ezt az idézetet szeretném most József Attilától nagyon, úgy nekem mindig eszembe jut, hogy hogy tudta egy költő ennyire pontosan azt megfogalmazni, amit matematikusok mi egyenletekkel próbálunk leírni. Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke. Véletlen az, hogy ki hogyan választotta. És mégis kialakult egy olyan törvény, amit én rendszeresen demonstrálni tudok, és matematikai képletekkel le lehet vezetni, hogy elkerülhetetlenül bizonyos hálózatok megengedik a bistabilitást, bizonyos hálózatok nem. Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke. Nézzünk egy pillanatra, ez már az én szakmám lesz, hogy miközben van ennek az egészhez, a stresszhez. Az én szakmámban, elnézést, mégis muszáj lesz, innen, itt van, mert stressz alatt muszáj ezt is. Baktériumok ugyanis ezt csinálják, most nagyon nagy dolog ugye az antibiotikumra való rezisztencia. Így van. Ez az egyik legnagyobb feladat, amit meg kell oldani. Mikor tipikusan kevés antibiotikot kap, és nem öli meg, ezt úgy mondja az angol, hogy if you don't strengthen it, if you don't kill it, you strengthen it. Ugyanez van bármilyen antimikrobiológiai anyagra. Eredetileg a baktérium növekedni akar. Ez az ő dolga. Egy gazdaság növekedni akar, működni akar. Ebben a felállásban úgynevezett szétosztó struktúra jellemző rá, minden mindennel összefügg, a baktériumnál is a sok-sok gén, protein kapcsolódás, ez egy ilyen szövevényes hálózatot alkot, és arra törekszik, hogy minél előbb osztódjon. Viszont amikor stressz hatás éri, még nem hal meg, akkor egy ilyen centralizált struktúra jön. Körülbelül úgy, mint amikor a vállalatoknál valamilyen stressz, gazdasági stressz hatás van, akkor leegyszerűsítik a struktúrát, és átláthatóbbá teszik, kevesebb csomóponton keresztül mennek az információk, minden olyan hierarchikusabb lesz. Az érdekesség viszont itt természetben nagyon gyakori, hogy a stresszre adandó válasz többféle stratégia is lehet. Amit mi láttunk az előbbi stabilitás, az a baktériumnál majdnem természetesen megjelenik. Társadalomban viszont ez nagyon súlyos problémákhoz, háborúkhoz is vezethet. A két világháború előtt mind a kettőnél kimutatható volt, hogy gazdasági kapcsolatok már szegregáltak. És utána jött a háború. A szegregáció viszont egyre erősödött. Egyre erősítette a stresszt. Amikor feleségemmel 80-as években még fiatal házasok voltunk, akkor nagyon nagy dolog volt Magyarországon a házépítés. Fiatal házasok mire fölépítették a házat, 5 év alatt elváltak. Egyszerűen a házépítés olyan stresszbe hajszolta őket, hogy a végén ez megbosszulta magát. Foglaljuk össze még egyszer. A baktérium azt csinálja, jön a stressz, és egyre inkább kétfelé osztja őket. Ez a mi kutatócsoportunkban is kimutattuk, hogy például egy bizonyos ozmotikus stressz hatására az egyik baktérium azt mondja, én nem akarok táplálék után szaladgálni, ami itt van az elég, és itt maradok a helyemen, nem növesztek ostort. A másik meg azt mondta, nekem kell ebben a stressz helyzetben a táplálék, és ostort növesztek, és nincs mutáció. Nem a genom határozza meg ezt a tulajdonságot, ezt én bizony egy csomó pénzt ráköltöttem arra, hogy szekvenáltuk a genomot, nem volt mutáció, és mások is kimutattak hasonló bistabilitást. Egyszerűen a stressz szegregált. Mi van az emberi társadalmaknál? Stressz ugyancsak szegregál. Két csoport alakul ki, az egyik ilyen pizsamát hord, a másik amolyan pizsamát, az egyik a Fideszre szavaz, másik az MSZP-re szavaz, és így tovább, de a baktériummal ellentétben itt sajnos a két csoport elkezd egymásra acsarkodni. Mi történik? Tipikus autokatalikus folyamat, az egymásra való acsarkodás növeli a stresszt. Növeli a stresszt, az növeli
egy még jobban a szegregációt. Tehát ez az autokatolikus folyamat, ez olyanhoz vezethet, amit Csemmer Boglárka nagyon büszke lenne most rá, hogyha itt látná, hogy war from nothing and for nothing. És mi akar a megoldás, és miért beszélek én erről egyáltalán? John Beddington a 2000-es éveknek az elején az Egyesült Királyság főtudományos tanácsadója volt a kormánynak. Ő vezette be ezt a fogalmat, Perfect Storm. Ez a Perfect Storm 2050-re minden józan meglátás azt mondja, demográfiai robbanás elkerülhetetlen lesz, klímaváltozás, itt vagyunk a közepén, teljesen mindegy, mi okoztuk vagy nem. A klímaváltozás létezik. Csak egy példát mondok, annak idején megjósoltuk, hogy a hőmérséklet emelkedni fog 1-2-3 fokot, Celsius fokot, és most sokan a szkeptikusok azt mondják, hogy na, nem emelkedett annyit. Igen, aztán kiderült néhány hónappal ezelőtt írták meg Nature-ben, hogy a tengerek elnyelték. Tengerek savadosodása mélyen, egészen mélyen, ott elnyelték a hőt, és nem tudtuk, hogy hol történik majd a nagy változás, de történt. Politikai, vallási zavargások, élelmiszerbiztonság, energiabiztonság, mindezek stresszt fognak növelni. És hogy hol kerül ez majd vallástól kezdve sok-sok, most az iszlám állam, vagy már valahol, nem tudjuk hol, de valahol ez meg lesz. Mit tudunk csinálni? Az egyetlen az, hogy megpróbáljuk ezt mindezt megérteni. Felismerni. Tehát a stresszre azt szeretném mondani, és itt nagyon-nagyon egyetértek Gergellyel a végén, mikor mondta, hogy önismeret. Én úgy gondolom, mindenféle ismeret. Ismerni azt, hogy a stressz jön. Én amikor ott ültem fél órával ezelőtt, akkor éreztem, hogy egyre jobban dobog a szív, nagyobb, több levegő kell ugyanahoz a mondatnak, aki. És akkor az ember úgy majdnem barátságosan üdvözlő, hogy itt van az öreg harcos, igen, most stressz jön rám. De tudom, hogy jön, tudom, mert ismerem. És ez az érzés, hogy ismerem, ez önmagában csökkentheti a stresszt, és ezzel fejezném be, hogy ez egy örömet tud okozni. Az ember felismer valamit. Leonardo mondta a megértés öröme kifejezést. Nem nagyon jól hangzik magyarul szerintem, amit az én példaképem Richard Feynman mondott. The pleasure of finding things out. Végül csak Feynmannak egy munkatársa volt a Manhattan Projecten, azt mondaná be, ő mondta, Oppenheimer mondta, hogy megérteni valamit az olyan, mint a szex, hogy van valami praktikus következménye, normálisan nem azért csináljuk. Köszönöm szépen.